Baleset veszélyes az utakon közlekedő gépjárművek több mint fele, ez derül ki az Országos Gépjármű Nyilvántartó Hivatal féléves adataiból. A gépkocsi motorház tetőjét emelik fel a műszaki ellenőrző állomáson, megnézik a jármű vezérszíját, de górcső alá kerül a fékrendszer, a futószögek, a levegőszennyezés mértéke és a világítórendszer működése is. Ez a gépkocsi még átmegy a vizsgán. Számos jármű, amely itt a forgalomban halad, azonban nem felel meg a műszaki elvárásoknak. Az idei első fél évben az Országos Gépjármű Nyilvántartó Hivatal ellenőrei közel 42.000 járművet vizsgáltak meg, az adatok megdöbbentőek. A gépjárművek csaknem 54%-ában meghibásodást észleltek, 40%-uk pedig a törvény szerint nem közlekedhetne. La un număr de 2333 de vehicule, 2333 jármű esetében közvetlen balesetveszélyt könyveltünk el. Veszélyes meghibásodást észleltünk a vezérmű és a fékrendszer esetében, 34 jármű esetében a közlekedési rendőrök a gépkocsik azonnali lefoglalását rendelték el. A RÁR ellenőrei pedig helyben megsemmisítették még az országos adatbázisban is az időszakos műszaki ellenőrzésre vonatkozó dokumentumokat. A RIARI ellenőrei ugyanakkor az autók alvás számát, a kötelező műszaki vizsga érvényességét, valamint a forgalmi engedélyben szereplő információk valóságtartalmát is megvizsgálták. A munkában a közlekedési rendőrség is szerepet vállalt. A közlekedési rendőrök bevonhatják a forgalmi engedélyt, ha nincs meg az autó időszakos műszaki ellenőrzése, meghibásodott a fékrendszer vagy a vezérmű, valamint ha éjjel fény nélkül közlekedik. Az ellenőrzések során a rendőrség sem tétlenkedett, 15.500 pénzbírságot szabtak ki, valamint 12.000 forgalmi engedélyt és 426 hajtási engedélyt vontak be.